Na kérem, hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Mondtam az előbb, hogy felrakjuk az íre a pontot, az megtörtént, és akkor felrakjuk a tortára a habot is. Hab a tortán a Taurus. Taurus már csak azért is, mert ugye úgy kezdtem az előbb, hogy az első magyar hard rock zenekar, aki magyar nyelven játszott és énekelt magyarul. Aztán jött egy ifjúparki koncert, amikor is szerették volna, és be is mutatták az első, illetve nem első, de a meg nem jelent nagy lemezüket. Aztán az ifjúpark akkori igazgatójánál ez úgy, ahogy van, ki is verte a biztosítékot Radnák Laci bácsinál. Hát én csak azért mondom, hogy Laci bácsi, mert mindenki így szólította, aztán később más neve is volt. De hát 10 000-es tömeg a Clark Ádám tér felé haladva a következőket kiabálta. Radics Bélát a pártba, Tauruszt a kormányba! A rendőrség tehetetlenül nézte a felvonulást. Következik a Taurus! We'll be right back.
Sok jó zenét hallottunk a mai este folyamán. Az első dalunk egy Kalu szerzemény volt, ami a legendás kislemeznek a B oldalán volt található. Időutazásunkat folytatjuk és megpróbáljuk elérni az A oldal első számát. Következzen egy olyan szerzemény, amely Radics Bélának életrajzihletésű szerzeménye. Egyre csak halkul a lépten a megátkozott ember.
Nagyon köszönjük! Igazából esnek a tapsok, főleg így decemberben, amikor már ennyire köldös, borongós, mindenféle hosszú éjszakás idő van. Nagyon jól esik az embernek fölidézni a nyarat, a napfényes napokat. Főleg ezzel a gyönyörű szép blúzzal, ami talán Magyarországon az első ilyen jellegű rockblúz szerzemény volt. Napfényes napok. Weaker and whatever.